Nagy tiszteletek, köszöntöm a televízió nézőket. Komoly mérföldkőhöz érkezett a Fidelissima vegyes kar, ugyanis 30 éves fennállását ünnepli. Az együttes Sopron kulturális életében jelentős szegmenst képvisel, számos koncertet adott már Sopronban és külföldön egyaránt, most pedig egy nagyszabású jubileumi koncertre készülnek. A hét témájában Szilágyi Miklós karnaggyal beszélgetek, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és kezdjük azzal, hogy 30 évén azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy mérföldkő. Ilyenkor bármilyen egyesületről, együttesről beszélgetünk, ilyenkor számot adnak az elmúlt időszakról. Hogyha 30 év, és ezt kimondjuk, ez nagyon sok, mi jut először az eszébe? Hát talán azzal kezdeném, hogy ez a 30 év nekem egy kicsit távolinak tűnik, hiszen jó magam, 37 éves vagyok. Tehát most ki lehet számolni, amikor ez a kórus alakult, akkor én éppen az általános iskolát kezdtem el, és úgy próbálom fölfogni ennek az egészet. Ugye a kórus soraiban énekelnek azért olyanok, akik ott voltak az alapításnál, és alapítótagok, ilyen szempontból ők jóval hitelesebben tudnának arról nyilatkozni, hogy nekik mit jelent ez a 30 év. Nekem igazából feladat, megtiszteltetés az, hogy most a 30. jubileumon én állhatok a kórus előtt, hiszen én az alapító karnagyot, Arany Jánost nagyon-nagyon tisztelem, nagyon-nagyon nagyra tartom, nem csak mint alapító karnagyot, hiszen nekem ő a Debreceni Egyetemen tanárom volt, zenetörténet professzorom, mondhatom így, és én nagyon sok mindent tanultam tőle, nem csak tananyagból, hanem emberségből, hozzáállásból, bármiből. És aztán, amikor, mint később kiderült, ő javasolt engem maga helyett a kórus élére, az egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. És éppen ezért a kórust ő utána kvázi továbbvezetni, úgy, hogy megtartva az eredeti szellemiséget, az eredeti hitvallást, de ugyanakkor nem kerülhetem meg azt sem, hogy valahol, ahogy minden kórusvezető, minden művészeti egyesületnek minden vezetője maga képére formálja a kórust, ezt én sem, emellett én sem mehetek el, de valahogy ezt a kettőt egyensúlyba kellett hozni az elmúlt közel 10 év alatt. Úgyhogy most igazából a 30. jubileumon azt nézzük meg, hogy ebből mennyi sikerült, mennyire lett úgymond szilágy is a kórus, és mennyire maradt meg az elképzelés, ami mentén a Fidelissima létrejött a kezdetén. Mi volt az az eredeti hitvallás meg elképzelés, amikor 1994 napra, pontosan tudjuk, október 3-án létrejött a Fidelissima? Hát az eredeti elképzelés az a magyar kóruskultúra hagyományának ápolása és tovább örökítése volt. Ezért jött létre a Fidelissima, hogy úgy építsünk kórust amatőrökből, hogy igenis a magyar kórus hagyományokra és a kodály örökségre alapozva úgy építsünk föl kórust, hogy aztán igazából ne legyenek nehézségi határok abban, hogy mit tud ez a kórus elénekelni. Tehát az egészen úgymond egyszerű kodályművektől kezdve akár olyan darabokat is elő tudjanak adni, mint Bachnak a János passiója, vagy később már az én regnálásom alatt a Händel féle Messiás. Igen, igen. Volt szerencsém egyébként a Messiást látni, és óriási élmény és katartikus élmény. Gratulálok ehhez, és azért a Fidelissimáról el lehet mondani, hogy a elképesztő sikereket ért el a csapat. Az első 20 év után viszont volt egy kis megtorpás, és én azt olvastam, amikor Szilágyi Miklós végül is elvállalt ezt a feladatot, akkor jött egy újfajta lendület, és ez a lendület most így 10 év távlatából, vagy 9 év távlatából, mondhatjuk, akkor ez tart. Az eredeti hitvallás sikerült tartani, és akkor egy kicsit szilágyisra formálni a vegyes kart. Igen, azt hozzá kell tenni, hogy János és én közöttem habitusban is van különbség. János egy régebbi típusú ember, aki jóval szilárdabb keretek között képzeli el a kórusmuzsikát is.
Én egy picit tágabban értelmezem azt, hogy mi az, amit meg lehet csinálni minőségi módon. Az én munkámtól nem áll távol a könnyű zene például, vagyis a könnyedebb műfaj, mondom ezt inkább így, hiszen könnyű zenét nem könnyű énekelni. Tehát egy picit a műfaji határok kitágultak. Ugyanakkor ez szükségszerű is volt, hiszen a kórus kihívásai is egy kicsit szélesebbek lettek, hiszen például megszervezték Sopronban az első kórus ünnepet, ahol egy kicsit populárisabb irányból kellett megmutatni a kórusokat a nagy közönségnek. Úgymond ilyen csúnya szóval élve egy picit vonzóvá kellett válni a közönségnek, közönség számára, hiszen ma kórusban énekelni azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem divat. A másik oldalról viszont megmaradtak a szép, nagy kihívást jelentő darabok is, legyen az akár, ha már Kodályt említettük, akkor egy kodálymű eléneklése, jó eléneklése, kottahű zeneileg kimunkált eléneklése, és megmaradtak olyan darabok is, amik hosszú távú nagy kihívást jelentenek a kórusnak, mint például az említett Messiás, vagy Vivaldi Glóriája, vagy éppen a most előadásra kerülő Bach-féle Magnifikát. Igen, jön tehát a Magnifikát október 5-én, ez lesz a jubileumi koncert a Szent Mihály templomban, de ne rohanjunk annyira előre az időben, előtte lesz még vasárnap szeptember 29-én, ha jól néztem a dátumot, az evangélikus templomban egy koncert, de nagyon friss az élmény, nemrég tértek haza Horvátországból. Meséljen erről, mert hogy azért a Fidesima vegyes kar előszeretettel jár külföldi országokba is. Igen, ha van rá alkalom, amikor én ide kerültem 2015-ben, akkor rögtön egy fél évvel rá Olaszországba utazott a kórus egy művészeti fesztiválon énekelni, ami nagyon-nagyon jó közösség formáló és közösség megőrző út volt, hiszen ne felejtsük el, hogy előtte azért egy eléggé nehéz időszakot élt meg a kórus, ugye a karnagy és szervezeti változások közepette. És most, amikor hazajöttünk Horvátországból, az interneten is megjelent írásomban azt a következtetést vontam le, hogy igazából ez arra szolgált, hogy a közösséget építsük, szépítsük és kapcsoljuk össze minél több és minél jobb élményekkel. A mostani horvátországi útnak is része volt egy művészeti fesztiválon való éneklés, amit nagyon-nagyon nagy sikerrel abszolváltunk. Nagyon szeretett bennünket a közönség, a műsorfolyamnak egy érdekes színfoltja voltunk, de végig a számomra a legszebb élmény az volt, amikor egy eldugottnak nevezhető horvátországi falu templomában énekeltünk, tulajdonképpen 10 embernek, mert a mi kísérőink voltak ott, meg 3 turista. Tehát ugyanakkor az élmény meg gyönyörű volt, ahogy ott megszólalt a kórus, ahogy mosolyogva, csillogó szemekkel énekeltek, és megmaradt ez az élmény, hazafelé ezt beszélgettük, hogy milyen jó volt ott énekelni. Úgyhogy ez volt a horvátországi út tanulsága, és nagyon fontos volt ez most, hiszen a jubileum az egy nagyon nagy kihívást jelent, és hát előtte még vendégeket várunk Sopronban, hiszen egy skóciai kórus keresett meg bennünket, hogy most nem tudom, hogy elbizonytalanítottál. Igen, szeptember 28 vagy 29, vasárnap. Igen, az a lényeg, igen, hogy vasárnap igen, este 6 órakor. Igen. Vasárnap este 6 órakor az evangélikus templomban énekeljünk közösen egy koncerten. Tehát ők fognak énekelni, mi fogunk énekelni, majd a két kórus közösen is megszólal, majd két mű erejéig. Milyen műveket fog ott előadni a Fidelissima majd? A skót csapattal, tehát a skót kórussal együtt. Az egyházi, vagyis bocsánat, a skót kórus műsoráról nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom, hogy mit fognak énekelni. Mi a szakrális vonalat fogjuk egy kicsit énekelni, hiszen mégiscsak egy templomi koncertről van szó. Másrésztről pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy utána egy héttel nekünk van egy önálló koncertünk, ami szintén egy templomi koncert, tehát a két repertoár között azért lesz átfedés. És a két közösen eléneklendő darab az egyrészt az Auld Lang Syne nevű
közismert, mondhatom talán világszerte közismert népdalnak a négy szólam feldolgozása, illetve Kodály Zoltán esti dala lesz majd. Utána pedig október 5-én, tehát a jubileumi koncert, Magnifikát. Na, erről, hát nem is tudom, hogy hogyan, mert nagyon sok mindent lehet szerintem erről beszélni. Jubileum, Magnifikát, szerintem ott nagyon sokan lesznek. Hát Dióhéjban hogy tudjuk összefoglalni, hogy egy nagyon impozáns templomban tényleg ez egy nagyon hatalmas produkció lesz, ugye? Ez óriási produkció lesz. Hát... Hányan és kik lesznek ott? Kezdem ott, hogy Bach Magnifikátja egy mondhatom talán így, ez csúnya szó rá, de kérem értse a néző a lehető legjobban, egy sláger. Mind a mellett, hogy a világ zenei irodalmának egyik legnehezebb darabjáról van szó. 5 szólamú kórusra írt, zenekarral, szólistákkal, stb. És ennek megfelelően az előadói testület is népes és díszes lesz, hiszen azon túl, hogy a kórusunk kíséretét elvállalta a világhírű Capella Savaria régi zenei együttes, azon túl olyan hangok fogják énekelni a szólista szerepeket, akik maguk már a saját területükön bizonyítottak, hiszen akár Drüssler Editet, Kolarovszky Sárát, a két szopránt, Forgó Eszter altot, vagy éppen Decsi Andrást, akit már hallhatott a közönség a Fidelissima vagy Eskar Paternoster koncertjén, említjük, esetleg Kocsis Holper Zoltánt, akit nem kell bemutatni Sopron városának, ő fogja a basszus szólista szerepét énekelni a Magnifikátban. Ezek a nevek, hangok egyrésztről fantasztikus lökést adnak a kórusnak, és nekem is, hogy ez egy jó előadás lesz. Másrészt pedig a kórusnak pedig igenis felelősség, hogy akkor innentől kezdve nekünk is oda kell tenni magunkat, és nem elég a 100%-nál egy picivel sem kevesebb. Kihívás. Izgalom van? Persze. Tehát ilyenkor azért hát egy van. Magnifikát előtt bármikor. Ez egyébként, én amikor ott voltam például az egyiken a Messiás, nem igazán, vagy a Jézuson, nem tudom már, hogy volt, de nem igazán látszódott ez az izgalom, és nem, a beszélgetés elején nem tudtam, hogy tegeződjünk, vagy magázodjunk, mert hogy említetted, hogy fiatalon vagy egy ilyen nagy kórusnál a karnagy. Ez mit jelent? Mennyire nehéz feladat, hogy egy ekkora csapatot összefogni, azzal együtt, hogy fiatal, és vannak idősebbek is. Sajnos ki kell, hogy javítsalak, a kórusunk nem nagy. Tehát amit említettem korábban, hogy nem divat kórusban énekelni, ez egy sok komponensű probléma, ami nagyon messzire vezet. Az embereknek nagyon-nagyon kevés idejük van saját magukra, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a saját magukra fordítandó időt azt éppen nem egy kórusban képzelik eltölteni, pedig ez egy hatalmas tévedés, hiszen a kórusban éneklés, amellett, hogy számtalan, tudományosan bizonyított pozitív fizikai hatása van az emberi testre, azon túl az emberi lélekre is nagyon-nagyon jó, plusz még egy közösségi élmény, ami hiszen az ember társas lény, tehát oda el kell jönni, meg kell tapasztalni azt, hogy ez milyen. Az, hogy 37 évesen kiállni egy 30 éves kórus elé, ezt azért nem nevezném kihívásnak, mert kőszegi munkásságom során 37 évesen állok egy 160, illetve egy 165 éves együttes élén. Ott is vannak idősebbek, és meglepő módon nagyon sokszor az idősekkel van a legkevesebb probléma. Amikor én ezt elkezdtem, annó kőszegen 22-23 évesen, akkor a legnagyobb probléma azzal volt, aki velem volt egykorú. Hiszen én közülük kerültem kiemelésre valamilyen formán, és nekik kellett azt elfogadni, hogy van valaki közöttünk, akinek egyenlőnek kéne lenni, de mégis az ő szava érvényesül. Azóta, és most ezt mondhatom azóta, hogy a Fidelissimában dolgozom, hiszen itt is voltak azért olyan, konfliktusok, amikor ki kellett alakítani a viszonyrendszereket, azóta ezzel nincsen probléma, mert a kórusnak az a része, vagy az együtteseknek az a része, aki látja azt, hogy hétről hétre próbálom minden tekintetben a maximumot hozni egy-egy próbán,
Hétről hétre próbálok úgy odaállni, hogy felkészülten, pontosan, maximálisan a célra koncentrálva dolgozni a kórussal, az láthatja azt, hogy ennek a munkának eredménye van, és a legtöbbször ezekkel az eredményekkel szerencsére nem lehet vitatkozni. Én ehhez további sok sikert kívánok. Még szívesen kérdeznék, de most ennyi fért a műsoridőbe, és nagyon-nagyon emlékezetes koncerteket október 5-én is, és gratulálok a jubileumhoz a Fidelissima vegyeskar karnagyának, Szilágyi Miklósnak. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm, és várunk minél többeket szeretettel a koncertjeinkre. Hölgyeim és uraim, ne feledjék, tehát október 5-én a Szent Mihály templomban Magnifikát a 30 éves Fidelissima vegyeskar előadásában, plusz hát úgymond sztárvendégekkel. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmünket, ennyi fért a hét témájába ma. Minden jót kívánok, viszontlátásra!